Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Legendás teherautók a múltból a mai videóban. A múlt hét péntekén jelent meg a 12-es szám, méghozzá a Volvo F12-es hungarókamionos változat. Ez lesz a mai téma. Érdekel benneteket, akkor tartsatok velem, és akkor már is kezdem a videót. Szóval ez a legújabb szám, ugye, a Volvo F12. Hát azért elég keresett darab lett ez is, ahogy számítottam rá korábban is. Hiába rakták tele az országot a lengyel változattal, ugye korábban lengyeleknél megjelent ugyanez a példány. Webáruházakban is több helyen el lehet érni, ugye magán kézből is meg lehetett vásárolni, bőrzékről is meg lehetett vásárolni, elég borsos áron. Hát ugye még akkor nem tudtuk, hogy Magyarországon is ki fogja hozni ezt a sorozatot a De Agostini. Na de mindegy, ennek ellenére sokan beszerezték. Csoportokban láttam nagyon sok átalakítást, ugye sokan átalakították, pótot szétvágták, vagy leszették róla, ugye ez a hűtős kocsi, ugye ezt a hátsó részt leszették róla, volt, aki átrakta a rábára, vagy szétfágták, ugye és pótkocsit csináltak belőle, sok átalakítás lehet látni a csoportokba, úgyhogy emiatt is keresett darab, de láttam, hogy sok helyen meg nem volt elérhető, vagy elkapkodták, vagy nem is volt, úgyhogy elég változatos volt így ebben a tekintetben. Na, szóval, mielőtt belekezdünk, ugye megérkeztek az első előfizetői ajándékok, illetve hát az egyik az nem is ajándék, ugye a mappa, mert ez ugye fizetős, ami így néz ki, ugye ilyen dobozszerű, hát nem a megszokott lefűző mappa. Ebből, ha jól tudom, akkor 4 darab lesz majd. És akkor így szépen bele lehet állítani az újságot, és így lehet tárolni. Na. Szóval ez az egyik. A másik, ami már tényleg ajándék, ugye a bögre. Amit mindjárt meg is mutatok nektek, mert ugye a csoportokban ezt is láttam, hogy többeknek összetörve érkezett. Hát mutatom, itt kibontom nektek a videóba, hogy hála jó Istennek az enyém épségben van. Ha minden igaz, akkor nincs összetörve, eltörve, elrepedve. De meglepő módon, hát ugye nem a kiadó tehet róla, hogy össze van törve, mert nyilván nem összetört bögrét küld el a kiadó, hanem a futár dobálják a csomagokat, és akkor ezáltal összetörik. Na, így néz ki ez a bögre. Ugye a rába vontató van rajta, meg a csepel, meg ugye a legendás területok a múltból lógó. Úgyhogy ennyi. Hát semmi extra. Egyszerű, de nagyszerű. Úgyhogy ez a bögre akkor. Na, nézzük is tovább. Az újsággal, ugye nézzük meg a hátulját, akit érdekel, hogy mi lesz a következőben, a 13. szám, Zil 130-as billencs, 1973-ból. És akkor nézzük ezt a Volvo F12-est. Egyébként az újság nagyon jó az írás, nincs az a korábbiaknál megszokott ez a unalmas, száraz történet, hanem itt valóban a modellekről ír, a történetéről, úgyhogy sok érdekességet meg lehet tudni magáról a típusról. Na, itt ezen a képen egy F12-es állatszállítót látunk. 1977 és 1993 között gyártották ezt a szériát. Háromféle motorral, ugye 10, 12, 16.
Ez ugye arra utalt a motor henger űrtartalmára, tehát a 10 az 10 ezer köbcentis, a 12 12 ezer, és később jelent meg 1987 körül a 16-os a 16 ezer köbcentis változat. Rengeteg felépítménnyel készült nyerges kivitelben is, és nagyon sok helyen még a mai napig használatban van. Itt egy 2019-es fényképet látunk, egy 1993-as példány van itt megörökítve. Aztán itt a következő képen egy 1982-ben elkészült változat, ez a chilei hadsereg számára készült el, és olyannyira strapabíróhoz érkezett, hogy még 2010 márciusában is használatban volt ez a típus. És itt a következő oldalon az F-12-es utódját látjuk, az FH szériát. Következő képen egy nyerges kivitelt látunk. Ugye felhasználástól függően lehetett választani 200, illetve 400 literes gázolaj tartállyal. A nyergesek azok általában alapból 400 literes gázolaj tartállyal voltak felszerelve. És akkor itt vagyunk az újság közepén. Itt ugye a modell fényképét látjuk, és pár apróságot itt leírnak a típussal kapcsolatban. Aztán következő képen egy Ford AA teherautó modellt látunk, amely autómentő változat. Nagyon érdekes kép, ez egy múzeumi példány, nem láttam még ilyen ezt a változatot. Hát magához a Volvohoz nem kapcsolódik, de egy érdekességképpen mindenképpen jó kép. Na, tovább haladunk, itt látunk egy F-12-es szintén, ami egy teherautó mentő. Aztán itt egy bor szállító lengyel változatot látunk, ugye tartálykocsi felépítmény. Aztán itt a következő képen itt a F sorozatnak az egyik vetélytársa, a Renault R sorozat, amely 1980 és 1996 között készültek. Lapozunk, akkor még egy vetélytársát láthatjuk a következő képen, amely a Mercedes NG. Itt egy nyerges változatot látunk. Egyébként a Mercedes NG szintén meg fog jelenni majd a sorozatban. Na és akkor el is érkeztünk az újság végéhez. Az utolsó lapon a műszaki információkat tekinthetjük meg. Megmutatom így, hogy át tudjátok nézni majd, ha esetleg kíváncsiak vagytok rá. Na és akkor ennyi volt a maga az újság. Nézzük akkor a modellt most már ténylegesen. Hát itt van blisteren keresztül, nagyon jó állapotú, nagyon szép modellt kaptam szerencsére. Ugye sokan panaszkodtak, hogy hibás modell kaptak. Nekem így blisteren keresztül teljesen rendben van, de mindjárt kicsomagoljuk, és akkor megnézzük közelebbről. Na nézzük is. Íme csomagolás nélkül. Ugye többen írták, panaszkodtak a csoportokba, hogy nyeklik, nyuklik.
nekem rendben van. Az első tengely kicsit ugrál, valószínűleg a gumi nem jól áll rajta, de na mindegy, modellt egyébként sem szoktunk gurítgatni, csak így ugye sokan szoktak panaszkodni, így aztán megmutattam ezt is. Egyébként egy nagyon-nagyon szép, részletgazdag, aprólékosan kidolgozott darab. Maga fülke az ugye fém, az a hűtő felépítmény, ez műanyag. Meg az alvázis műanyag, ugye a keret van fémből. Ez a keret rész, ez ugye ami fém. Többi sarlang az műanyag. Itt van hátulja. Nagyon-nagyon szép, nem látok rajta egy különösebb hibát. Szép a festése is. Jó az a hungarókamion felirat is, ez a festés. Hátul matrica. Nagyon, nagyon szépek a részletek. A fülke, látható az F12-es felirat. Kilincs mellette a zár is ott van. Úgy látom, hogy a gumi az jól áll rajta. Maga a kerék a férde. Nem is a tengely a görbe, hanem ez maga az a műanyag félni, ami el van görbülve, ezért forog, ugrál ilyen tojás alakba. Hátsó kerekek úgy látom jók. Megnézzük az elejét. Szép nagy modell egyébként. Nagyon jók itt is a részletek. Láthatók a feliratok, nagyon szépen olvashatóak. 12 turbo, turbo 6 felirat intercooler. Ugye ezek turbofeltöltős motorok voltak többnyire. A TIR felirat is nagyon szép, a rendszám. Jók a lámpák is. Fülke is egész jól ki van dolgozva. Annak ellenére, hogy fekete, azért nagyjából be lehet látni. Jó a kidolgozása. Ugye 3 darab ablaktörlőt kapott, ami különálló műanyagok. Itt található a jobb oldalon az üzemanyag tartály. Hátul is nagyon szépek a részletek, műanyag lámpa, rendszám is jó. Itt alul ugye az ütközőn láthatóak a fényvisszaverő prizmák. Úgyhogy nagyon-nagyon szép részletes modell, nekem nagyon tetszik. Itt a fülke tetején is megvannak. Ami szintén egy különálló műanyag, ugye a magasságjelző, különálló a kürt, egy krómozott műanyag, és ugye a klíma, nagyon szépen ki van alakítva ez is. Itt bal oldalon láthatjuk ugye a levegőtartályokat, itt ez meg az akkumulátor volt. Megnézzük a zajját, a kipufogó szépen ki van vezetve. Nagyon szépek a részletek itt alul is. Az első felfüggesztés. Pótkerék nagyon szép. Hajtás, minden nagyon szépen megvan. Kár azért a görbe első kerékért, mert amúgy jók a kerekek. Egy apró hiányosságot még, amit látok, ugye, hogy itt, illetve hát féltem fölfedezni, hogy itt teljesen egyenes ugye a kerékjárat ív, pedig ez valóságban ugye itt ki volt vágva a kerékkerekeknek az ív. Mindjárt vágok is be nektek egy képet, és látjátok. Ugye ez a valóságban tehát nem ilyen egyenes volt, hanem ki volt vágva egy kis ív a kerekeknek.
Úgyhogy így ennyi hiányosságot így vélek felfedezni. Úgyhogy nagyon szép, részletgazdag, aprólékos modell, összességében nagyon-nagyon rendben van. Úgyhogy nagyon tudom ajánlani mindenkinek, érdemes beszerezni, tényleg nagyon szép, gyönyörű darab. Rába mellett nagyon jól fog mutatni. Úgyhogy hát ennyi volt akkor ez a videó. Facebookra ma még rakok föl róla képeket. Ha nem akartok lemaradni a többi bemutatóról sem, akkor iratkozzatok fel, mert ugye előfizetőként be fogom tudni az összes modellt mutatni, meg hát ugye majd a prémium, a későbbiekben, amik jönnek a prémium extra modellek, azokat is be fogom tudni mutatni. Úgyhogy iratkozzatok fel, erről nem szeretnétek lemaradni, meg természetesen a következő egyéb videókról sem. Úgyhogy én köszönöm, hogy itt voltatok velem, köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, úgyhogy találkozzunk legközelebb, nagyon szép napokat addig is, sziasztok!